szükséges onnan felül a mindenség atyától, és a mi Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Kedves férek, kérem, hogy fennállva keressük ki a 299-es számú énekünket, a 299-es számú énekünket. Énekeljük el az Isten bárányára, letészem bűnöm én. Énekeljük minden négy verszakát. Április 12-én jövő
héten pénteken este 7 órától itt a templomban lesz ismét bibliaiskolánk. Mit tudhatunk Istenről? Erről fogunk beszélgetni. Április 12-én pénteken este 7 órától mindenki szerettel várunk. Másnap április 13-án szombaton délután 5 órától lesz a Magyar Költészet napja a Magyar Házban. Nagyon szép műsorprogram, mindenki szerettel várunk erre is. Illetve másnap április 14-én vasárnap missziói napunk lesz, amire kérem tessenek hívogatni másokat, minél többeket, ami lesz egy missziói istentisztelet, utána lesz virágos nap, a gyerekek, az a kritik, hogy a gyerekek bevonulnak virággal a templomba, lesz egy ünnepi szép is, utána lesz egy szép ebédünk, amely térítésmentes lett, de hát nem kérünk senkit, hogy fizessen érte az ebédért, hanem mindig szerintem meghívunk erre az missziói ebédünkre, és különösen meghívjuk azokat a testvérek, akik 80 év fölöttiek, illetve azokat, akik nemrégiben konfirmáltak, fiatalok, akik fiatal, felnőtt tagja a gyülekezetnek. És szeretnénk, ha őket tudnánk a főasztalhoz egymás mellé ültetni, mint például Pétert, nagyon várjuk szeretettel, hogy eljön, mint például az idős kedves testvéreinket, többen vannak közöttünk, őket is sok szeretettel várjuk, és ültetnénk őket egy asztalhoz, és ezzel is kifejeznénk azt, hogy a misszió is működik, hogy mi adjuk tovább ezt a lángot, és így megy tovább a közösség élete. És az egész missziói napnak a témája pedig Korunk szellemi áramlatai, ez az a címe, ahol sok érdekes kérdésről fogunk beszélgetni, sok meglepő tényről lesz szó, és sok meglepő megoldásról lesz szó ebben a tanulási részben. Mindenki szerettel várunk, tehát április 14 missziói nap a templomban, és nagyon kérem, mi is hívogassunk minél többeket erre az alkalomra. Azt elfelejtem, nagyon fontos, hogy a gyereknek végig közben lesz foglalkozás. Horváth Balázs, Kácsik ösztöndíjas és feleségem segítségével bábjáték lesz a gyerekeknek, körjáték, nagyon komoly program, felkészülő program lesz, de hát kérem, hogy a gyermekes szülőket is hívogassuk, a gyermekeket is hívogassuk, mert egy komplet program lesz gyermeknek, szülőnek egyaránt április 14-én. Tojásfestés, hennával, meg nem tudom, mi minden érdekesség lesz, mindenki szerette vár. Április 12-én nagypénteken, ami megváltásunk ünnepén, 11 órától adunk hálát Jézus Krisztus megváltó kereszthalálén mindenkit, aki tud, szerette várunk a templomba. Ugyancsak április 21-én, húsvét vasárnap 11 órától urvacsorosztásra egybekapcsolt ünnepi is nézhetünk lesz, mindenki szerette várunk. Április 21-én lesz egy koncert a Magyar Házban, egy könnyűzenei koncert, akit érdekel. Április 28-án lesz közgyűlés a Magyar Házban, a közösség életét így tudja továbbvinni a Magyar Ház. Május 2-án csütörtökön este megyünk ismét a Hastingsre szolgálni. Egy kis csapat mindig jön, szeretettel hívunk és várunk, mindenkinek van kedve, kapcsolódjunk be ebbe a szolgálatba. Május 10-én pénteken lesz ismét üdőórán, elég sűrű a hónapok, nem tudjuk másra betenni. Este 7 órától lesz üdőóránk a Madra és az otthonába közül befogadást. A téma pedig a megszokásaink lesznek. Tudom, hogy nektek nincsen, de nekem van, úgyhogy én fogok tudni miről beszélni, úgyhogy lehet jönni és fogok erről beszélgetni veletek, ha van kedvetek hozzá. Indul a Vakterház május 18-19-én, szombaton és vasárnap, ezen a két napon, úgyhogy aki szeretne menni a Vakterházzal, az induljon vele együtt a Magyar Házba. Május 27-28-29, hétfőtől szerdáig, akkor lesz a csendes napunk. Ezt tudom, hogy nagyon rossz azok számára, akik dolgoznak és ugye elfoglaltak ezen a hétköznapokon, de azért megyünk ekkor, mert ekkor kaptunk meg ingyen a Tabi testvérpártól ezt a gyönyörű vendégházat a Veder folyó partján Csillivakkon, egy gyönyörű szép festékkörnyezetben, és megyünk ezen a három napon. Aki meg tudja oldani, kérjük és hívunk mindenkit, jöjjünk el minél többen egy áldott felemelő pihenőt,
éneket, annak énekeljük el, mind a négy verszakát. Szerint szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. Kérem, álljunk fel, és imádságban válaszoljunk Isten szavát.
Isten bennünket figyelmeztetni kell újra és újra erre, mert elszállunk. Vagyis hát nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy majd mi. Majd mi képesek vagyunk erre, arra, amarra, akár képesek vagyunk embereket elérni, és embereket átformálni, és köröm szakadtáig harcolunk, ahogy mondja a gyönyörű szép versben a költő, és rájövünk, hogy idő után, mert rá kell jöjjünk, mert a rász méltett bennünket, hogy minden kegyelem. Ebben kérünk, ne fejj, formálj, és mélyítsd a mi hitünket, a te határtalan nagy kegyelmed, Úristen. Hogy nélküled, ahogy te mondtad, Úr Jézus, semmit sem tudunk cselekedni. Semmit, ami igazán maradandó. Semmit, ami igazán építő. Semmit, ami tőled van. Hiszen, ha tőled van, akkor az Jézus a te nevedben, lélek a te munkád által, Atyaisten, a te dicsőségedre van. Segíts ezt megérteni ma még jobban, és segítsd ezt életté tenni bennünk. Köszönjük. Amen. Kérem, testnek kell foglalni, és a 386-os számú éneket keressük ki, és énekeljük el a prédikáció előtt a 386-os számú éneket, csak az első két versét. Krisztusom kívül előtt nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Gyújtsd meg szövénekét, gyújtsd meg szövétnekét, áldott szent igédnek és bennem, virraszt fel láng kapját figyelmednek, igaz utat mutas nekem szegényednek, járassak kedvére te szent felséged. Amit ő annak nevez, azt én annak vallom,
azaz minél inkább kegyelemből élek, annál inkább tudok én magam is kegyelemmel gyakorolni másokkal. Annál inkább látszik rajtam, hogy én kegyelmet nyert ember vagyok, hiszen miből másból látszódna, mint hogy én magam kegyelmet gyakorlok másokkal. Ahogy nekem Isten megkegyelmez, úgy kegyelmezek meg én is másoknak. És még ezt is nem tudom érzek, hogy mennyire blőd. Mert hát ki az Isten, meg ki vagyok én? Jó, mi ez erős. És még erre sem vagyunk képesek. Még ez sem működik. Az Isten kegyelmes. Mi meg maradunk hihetlenek. A mai égében olvastam a héten, talán ti is olvastátok. Egy nagymama az 50. házassági évfordulóját ünnepelte a kedves férjével, 50. házassági évforduló, milyen hosszú, szép idő. Elmondtam, el voltam Narajomból, tegnap ott szolgáltam, narajomai közösségben. Egyik jött oda hozzám, hát 54 éves házas voltam. Hát 56 éves házas voltam, jött a következő. Én 61 éves házas voltam. Mondom, mi ez verseny? Fantasztikus Istenem, milyen áldás, hogy ennyi idő. Na szóval, 50. házassági évfordulót ünnepelte, és elmondta a nagymama a boldog házasság titkát. Azt mondta, hogy az esküvők napján elhatároztam, olvasom, hogy összeírjon a férjem 10 olyan hibáját, amit minden körülmények között el fogok nézni. Hajlandó leszek figyelmen kívül hagyni a házasságunk kedvéért. 10. De végül mégsem írtam listát. Amikor valami olyat tett, ami nekem nem tetszett, akkor azt mondtam magamban, szerencséje, hogy ez is ott van a 10 között. Testvérek, ez a fajta hozzáállás, ez az, ami hasonlít a Krisztus kegyelmére, amely határtalan. Az ebben való növekedés, az ebben való effektív, valódi növekedés tart egybe házasságot, családot, gyülekezetet és bármilyen közösséget. Azért bocsátok meg, és nem nehéz egyáltalán megbocsátani, tudok megbocsátani, van bennem mindenkor megbocsátásra kész lelkület, mert én is bocsánatot nyertem, mert tudom, mert tapasztalom, mert átélem, hogy nincs olyan mélység, amit ne vihetnék Krisztus elé. Miért? Mert ő kimondta a kereszten azt, hogy elvégeztetett. És ez azt jelenti, hogy minden bűnre, bűnömre készen van a bocsánat. Csak oda kell vinnem. Csak bocsánatot kell kérjek. És megbocsátottak a bűneik. Azonnal. Miért? Azért, mert ő mindenkor, minden körülmények között megbocsátásra kész. És ennek a Jézus példázatát a gonosz szolgáról. Szerintem segíts ismeri. Hosszú a sztori, nem megy, csak elmesélem röviden, saját szavai, nem olvasom föl. Volt egy szolga, aki az urának 10 000 talentummal volt adósa. Mondjuk, hogy 10 milliárd dollárral, kb. Ez ekkora összeg. 10 milliárd dollárral volt adósa. És akkor hívatta maga elé a királyot, szolgált, hogy
Hát adják el őt, meg a gyereket, meg mindenét, és fizesse át képtelenség, még ha leadják se ki a kivére, de ez a minimum. És el kellett krimánkodni, hogy jaj, ne, inkább csak légy tőlem, majd fizettek el, hogy fog 10 milliárd dollár visszafizetni. De fizettek, fogok fizetni, csak légy hozzám különben. És megszánta a szolgát az úr, és elengedte a tadozást. Kiment onnan ebből a teremből, és találkozott egy szolgatársával, aki 100 dénárral volt, de az is komoly pénz, mert ugye egy dénár volt egy napi kereslet, tehát tulajdonképpen 3 havi keresettel volt neki adósa, az is egy komoly összeg, és elkezdte ráncigálni, cibálni, bevitte a bíróságra, és ha meg nem fizeted, addig kimössz a börtönből, és a végén az lett, hogy hát meghallotta a király, hogy mit tett, és persze azonnal intézkedett, hogy ez nem olyan annyira. 10 000 talentum és 100 dénár. Testvérek, ahhoz, hogy én ezt tudjam gyakorolni, és át tudjam érezni, hogy mi az a 10 000 talentum meg a 100 dénár, mi a kettő közt az óriási különbség, ahhoz nekem kell átélnem az az ajándékot, hogy az Isten az összes bűnömet ott a kereszten megbocsátotta. Hogy készen van, hogy éljünk vele. És ha élünk vele, akkor növekszünk benne. Akkor tudok én egyre többet és többet elengedni. Megint csak testvérek, és ez a hadseregencsel benneket napi igaolvasásra. A héten a csendes percekben olvastuk a következőt. Amikor 38 évesen megkeresztelkedtem, azt hittem, azonnal drasztikusan meg fogok változni. A gyermekeimmel mindig türelmes leszek. Nagy lelkűen kezelem az időmet és az anyagi javaimat. És mindig mindenkivel nagyon kedves leszek. De az idő telt, és úgy éreztem, ugyanaz maradtam, aki mindig is voltam. Rájöttem, hogy a változás csak úgy jön, ha én is teszek érte. A Jézussal való találkozás választ kíván tőlem. Igaz, új életet kaptam, de ezt meg is kellett élnem. Azt akartam, hogy kilakuljanak bennem a jóság, türelem, nagy lelkűség erényei, akkor gyakorolnom kellett őket akkor is, ha nem volt hozzá kedvem. Testvérek, azt hiszem, az a legjobb gondolkodtam rajta, hogyha igei példát hozok el. Amikor Jézus betegeket gyógyított, akkor mindig úgy gyógyította meg a betegeket, hogy a betegnek magának is, vagy a betegeknek maguknak is tenniük kellett érte. Kelj fel, mondta a bénának. Vedd fel az ágyadat és járj, vagy másról azt mondta, és menj haza. Hát hogyan? Hát mond ez a baj, hogy ezt nem tudja megcsinálni, hát Jézus. Ne nevettes már ki engemet, légy szíves! Hát pont ezt nem tudom! De neki hinnie kellett, hogy tudja, mert Jézus ezt mondta. És mert hitte. Ezért fölkelt, vette az ágyát, és hazament is járt. Azt mondta a vaknak, emlékezte, nemrég volt egyik prédikációban, menj el a Siloám tavához és mosakodjál meg. Hát Jézus, figyelj már, hát hogyan menjek el, valaki, gyere mellém és segíts el a Siloám tavához, hogy megmosakodjak. Vagy valakit adj mellém, hogy elvigyen, de vak vagyok, hogyan menjek el a Siloám tavához. És elment, hitt, megmosakodott, és látott. Azt mondta a leprásoknak, amikor kiabáltak utána, hogy könyörj rajtunk. Menjetek el,
egészség, nem kölyál, milyen neve annak? ANTS. ANTS, köszönöm. Nem tudom a szakszavakat. ANTS. Mutassatok meg, hogy egészségesek vagytok. Meggyógyultatok. És hát leprások voltak. És azok fantasztikus, hogy elhitték. Elhitték. És elmentek. És miközben elmentek, közben megtisztultak. De ha nem mennek el, nem tisztulnak meg. Azt mondta sorvadt kezűnek Jézus, nyújtsd ki a kezedet. Megjön a szituáció, mint a bénánál. Hát pont az a baja, hogy nem tudja kinyújtani. De Jézus szavára megpróbálta. És megcsinálta. Azaz megcsinálta meg, hanem csoda történt, mert Jézus csinálta meg, de értitek? A kettő együtt. Ezeknek mindnek hinnie kellett Jézusban és hittel megtenni a lehetetlent. És átélték a csodát. Vagy még egy másik példa, a Kapernaumon százados hite. Egy hosszabb sztori. Ott élt Kapernaumban egy római százados, elnyomó hatalomnak a tisztje. Mintha azt mondanám, hogy Magyarországon egy szovjet tiszt. Ugyanaz a situáció. De ez a százados, ez szerette a zsidókat, sőt még zsinagógát is építettett a saját pénzében a zsidóknak. Jó módon ember volt. Összerabolta a hadjárat során. Na szóval, építette a zsinagógát is. És beteged egy szolgája, nem a felesége, egy szolgája, akit nagyon szeretett. És Jézushoz küldetett, hogy hát hívassák oda Jézus, hogy gyógyítsa meg ezt a szolgát. És akkor utána azt mondta neki, hogy Uram, ne fáradj, mégis küldött egy másik barát. Küldte a barátait, és ezt mondta, Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. És magamat sem tartom méltónak arra, hogy elmenjek hozzá, hanem csak egy szót szólj, és megbődül a szolgám. Mert, ugye logikus, én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak katonáim, és én tudom, hogy mi a Róma hatalma. Tudom. Ha szólok az egyiknek, menj el, akkor az elmegy. És ha másnak jön ide, akkor ide jön. És azt mondom a szolgának, hogy tedd meg ezt, akkor az megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő zsidó sokasághoz, mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Amikor a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségben találták. És még csak nem is a szolga kérte, hogy gyógyítsa meg őt Jézus, hanem a szolgának az ura, vagy hogy mondjam, közbejárt érte Jézus már. Ezért imádkozunk mi is másokért, hittel, hogy Isten végezzen ilyen csodát. De, és erre szeretnének benneteket, a ti figyelmeteket különösen összpontosítani, hogy ha nem kell fel, ha nem nyújtja ki, ha nem megy el és mosakszik meg, ha nem hisz és hitből cselekszik, akkor nem tapasztalja meg a csodát. Csak akkor élheti meg, akkor élhet vele, ha hisz és hitből cselekszik, és ettől még a csoda akkor is csoda marad, amit Isten határtalan hatalma végez el, legyen áldott érte. Mert ha másokkal leszünk az ő kegyelme által, és gyújul a mi életünk, akár fizikailag, szentnek, lelkileg, teljesen mindegy, és megyújt betegségből, felemelt gyászból, reménytelenségből, fokozatosan egyre több
Krisztusi ellenvonás látszik meg rajtunk, hogyha lélek gyümölcsei öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Na szóval ez mind az Úristen csodás munkája. Vagyis egyedül kegyelem. De ez a kegyelem a hit csatornáján keresztül érkezhet meg hozzám. Nem passzív hit, amit tudok, hogy mindent tudok Istenről, hanem az aktív, élő hit, amely cselekszik. Amire azt mondja a Heidelbergi K.T., hogy bizalom Istenben, hogy ráállok arra, amit ő mond. Mert mozdulat tett, rá hagyatkozás. Ez a 38 éve beteg ember a beteges tavánál ajtót tovább feküdt volna a medencénél. Fogta az ágyát, felkelt és járt. Testvérek, ezt jelenti növekedni a kegyelemben. Növekedni a kegyelemben. Hitben járni az Úrral. Vagy mondom úgy is, hogy rizikót vállalni. A hit rizikóját vállalni. Ha Jézus azt mondta, keljek fel, ami lehetetlen, akkor is hiszem, hogy lehetséges. Lehetséges, és elindulok. Azonnal meggyógyult az az ember. Azt mondja az ige, aki 38 év a beteges tavánál volt, amikor fölkelt és felvette az ágyát. Azonnal meggyógyult, mert meggyógyított a Jézus. Vagyis mi is induljunk neki. És ha nem sikerül, és ha összeragyok, és ha rajtam nevetnek, ha bűnt vallok, és ettől elítélnek, és megbélyegeznek, kinek nevetnek, ha az Úr azt mondta, hogy az ő kegyelmére támaszkodhatunk, akkor így és csak így lehet növekedni a kegyelemben. Krisztusban hitáltal. És közben folyamatosan mosva egymás lábát. Nem Jézusért, egymásért. Krisztusért. Jézus azt várja, hogy mi is így tegyünk, hitből hittel Jézus szavára. És bízunk abban, amit ő mondott, hogy a kegyelem pedig mindegyünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adott. Mi az, hogy Krisztus ajándékának mértéke szerint? Legszebben hadd fogjam össze ezt egy ószövetségi zsoltárral, amikor Dávid azt mondja, hogy áldott lelkem az Urat, és egész belsőm az ő szent nevét. Áldott lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet. Érdekes, nem azzal kezdik, hogy kimentett engem Góliát kezéből. Megmentett engem Saul karmai közül, milyen sokszor a barlangban is, hogy nem ölt meg engem, hanem én öltem volna meg őt. De nem ezzel kezdi, hanem mivel kezdi? Azzal kezdi, hogy ő megbocsátja minden bűnödet. Mert ez az Isten irgalmazó kegyelme a legerősebb Dávid életében. Ez, amin áll, ezen támaszkodik, ebből tud növekedni a kegyelemben. Meggyógyítja minden betegségedet, megváltja éled a sírtól az ő bűnbocsátó kegyelmével, szerettel és igalommal koronáz meg. Ez aztán minden más, hogy a Góliát, meg a Saul, meg az összes többi. Áldjad lelkem az Úr Jézus Krisztust, aki értem adatott, megváltott és betölti javaival az életemet. Azaz
bűnbocsánattal. Állandó megújulás a kéz televettel, hogy minden nap mehetek oda hozzá, hogy Uram, irgalmazd nekem, Uram, könyűj rajtam, Uram, segíts, formálj át engem, hogy lehessek én engem a tiéd, ahogy te szeretnél engem látni. Uram, bocsánat, hogy megint kikeltem magamból. Könyűj rajtam, hogy vannak beidegződésem, mert már korábban beszéltem, amikor hirdettem a Bibliórát. Uram Istenem, szeretném megszabadulni ezekből, de nem tudok a magam erejéből. Légy hozzám, kérem Istenem, hogy tudjak változni a te erődből. És mutasd meg, és közben mutatod mindig újra és újra, hogy mi az, amiben kell. És köszönöm, hogy te adsz ezen közben nekem reménységet, tartást, békességet, a szívembe szeretet, a te szeretet, türelmet, örömöt, szerénységet, jóságot, hűséget, önmegtartást, ezeket a gyümölcsöket, a lélek gyümölcseit. Te adod önmagadat, mert te vagy ilyen. Nem én vagyok ilyen, hanem ő, Jézus Krisztus. Ezért mondja az igazt, hogy a kegyelem pedig mindegyikünknek, a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatot. És ebben növekedjünk. Ebben lehet és kell növekednünk. Szintén nemrég olvasjuk a kalauzból a szőlőtő és szőlővesztő, amit olvasom az Isten elején. Ugye Jézus mondja, hogy maradok meg én bennem, és én ti bennetek, hogy a szőlőtő nem terem egy gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő. Mi a gyümölcs? Az a gyümölcs, ami élek ajándéka az életemben, amit az imént olvastam föl, ezek mind. Én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő bennem, az terem sok gyümölcsöt. Mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Akkor nem lesz reménység, nem lesz tartás, nem lesz békesség, hanem békétlenség, nem lesz szeretet, hanem feszültség, nem lesz türelem, hanem kikészülés, nem lesz öröm, hanem bánat, nem lesz szerítség, hanem inkább állandó indulat, nem lesz jóság, hanem inkább gonoszság, nem lesz hűség, hanem szédment kapcsolatok. Nem lesz önmegtartóztatás, hanem amikor kiadok magamból mindent. A szőlőtőn maradni. Ha a szőlőtőn maradunk, akkor hozunk termést. Jason mesélte el, hogy neki az első férje, de a férjének a másik házasságából volt egy tinédzserkorú gyermek, aki megérkezett ebbe a házasságba. Ahova ráadásul a férjtől született egy közös gyermek, egy pici csecsemő. Tehát egy tinédzser, meg egy csecsemő, ezek voltak együtt a családban. Hívő emberekről beszélünk, a férfi is és a feleség is. És hát persze tinédzser gyerek, aki jött a férjétől, de hát jöttek a feszültségek, sok feszültség, sok szomorúság, és bizony megkeseredett az ebben a szituációban. Sőt, ő úgy vallotta meg, hogy ő mogorvává lett, és csak a hibákat látta mindenkiben. Sőt, még az Istennel kapcsolata is megromlott. Egész addig, mint egyik csendességében az igény keresztül azt olvasta, abba úgy érte Isten, hogy áldott legyen Isten, mert nem utasította imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőle. Miről szól ez ige? Kinek miről? Neki ott akkor arról szólt, hogy jé, tényleg, Isten mindig ilyen velem szemben. Isten nem lesz olyan só, hogy elfordult tőlem, és megvonja tőlem a szeretetét. Ha meg is bünteti a népét, ha engem magamat, de az ő szeretete akkor is örökre megmarad, az mindig erősebb, mint bármi egyéb. Az ugyanolyan mértékű, ugyanolyan intenzitású. Semmit nem változik. Ez az ige
ájult. És végre felfogta, hogy az ő megjegyzései, az ő folyamatos, állandó hibáztatása mennyire bántja az ő nevelt fiát. Nem az a baj, hogy figyelmezteti, hanem a mód, a hangnem, ahogyan azt tette, hogy igazából szeretetlen volt vele szemben. És ez ott, ez által, az ige által, a Krisztus kegyelmében való növekedés által elkezdett neki fájni. Hát hogyan változtasson ezen? Hát nem, hogy már ő vajon bűnt egy gyermeknek, egy tinédzsernek, aki ráadásul nem is a saját gyermeke. Ezt is mind imádságban megvallotta Istennek. És hadd olvasom ezek után, könyörgtem utána, könyörgésem után fél órával hazaért nevelt fiam. És Isten nem késlekedett. Felhevítette a szívem a kapcsolatom rendezésére, és ő is addig üti a vasat, amíg forró. Beszélgetni kezdtünk. És valahogy arra felé terelődött a szó, a téma, hogy kibújjon belőlem egy bocsánat kérés. Nevelt fiammal egymást átölelve és zokogva kértünk bocsánatot egymástól, minden rossz szóért, bántásért, engedetlenségért. Rendeződött a viszony, mint Isten és ember, mint ember és ember között. Növekedjetek az Isten kegyelmében. Így. És ez nem jelenti azt, hogy ettől aztán egy életre minden probléma ekközt a két ember közt megoldott. Szó nincs róla. De van egy alap, eredetési alap, amihez mindenkor vissza lehet térni, mind a kettőnek. Én nyomorult ember, mondja Pál apostol. Kisdasz meg én. Kisdasz szabadít meg ebből a halálétő testből. Hálján Istennek a műrünk, Jézus Krisztus. Hát én magam értelme ugyanaz Isten törvényének szolgálok, testem azonnal bűn törvényének. Hála az Úrnak, hogy Isten lelke elvégezte, és sikerült ennek az asszonynak is. Az Isten lelke által csodálatos módon megbékülnie. Ebben kell növekednie. Növekedj a kegyelemben, és a műrünk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, azok közt, az adott szituációk között, amikben mi élünk, benne, vele, általa. És egyenlőnek kiemelt, drága alkalom, nem csak a jövő hét, meg is a nagy hét, a bőti időszak, hanem mindenkor. Növekedjünk. Segítesz, tanítasz, formálsz. Ha igét, egész a szívig érhet. Nem emberi szó, mert az nem ér semmit. A te élő igédet a lelked által, amely új emberi formál. Az él a szívig. Üt meg, üt ki engem, az új embert. És teremt új szíved bennem, amely oda megy és megmossa a lábát. A tinédzsernek is. Leveszi az okniát, és a büdös lábát megmossa. És úgy élet lehetséges. És Isten lelke kiáll, és
ettől vége a tekintélynek. Ettől vége az életemnek. Hanem ettől a rendbe jön. Ettől új élet sor jött. Kérünk, hogy te formáld át a mi gondolkodásunkat. Te lásd is meg a mi kemény szíveinket. Te mutasd nekünk utat. Te vezess bennünket. Te adj nekünk ilyen élő hitet. Amiről Krisztus Jézusban. Így imádkozunk a mi családi feszültségeinkért. Így imádkozunk, Úristen, amikor a legnehezebb, amikor már berögződtek dolgok, amikor azokon már nem lehet segíteni, hogy higgyük, de lehet. És mutasd meg, vezess minket lelked erej által, mutasd fel Jézus példáját, hogy hogyan. Imádkozunk Isten baráti kapcsolatainkért. Imádkozunk nagyobb közösségeinkért. Imádkozunk megmaradásunkért. Imádkozunk növekedésünkért. Imádkozunk igéd terjedésért. Különösképpen kérünk azért, hogy mi is tudjunk igét hirdetni. Hogy mielőtt elhívtál, és itt lehetünk, és halljuk a te szabadat, úgy járjon át a te igét, úgy hassa át a mi értelmünket, hogy tudjuk mi is hirdetni másoknak. Amikor a balkon ott van, amikor te készítesz rá alkalmat. Vagy hát igazából te azt mondod, hogy hirdetsük, akár alkalmas, akár alkalmatlan időben. Kérünk, Úristen, vezess minket, és mutasd ott ebben a világosan számunkra. És ezen közben persze kérjük, Urunk, hogy megtapasztalhassunk, mint Dávid, a bűnvallás után, a Góliát, történetet, meg a Sault, meg minden mást, ahogyan te vezeted, hogy olyan király lett, fantasztikus odaért a semmiből, hogy ezt közeledett a vezetben. És Dávid tudta, hogy nem önmagáért az. Ahogyan a bűnéből Isten kivezette. Istenünk, a miértünk is mind ilyen. Engedj bennünket növekedni a kegyelemben. Abban, hogy megváltottabb emberek lehetünk. Kegyelmet nyert emberek lehetünk. Hogy ezt a kegyelmet tudjuk megélni. Hogy valóban igaz, nem mese, nem kémutatás, hanem élet. Így kérünk, Urunk, szentelj meg mindnyájunkat, áld meg munkákat, szolgálatunkat. Adnak a világot, minél több ilyen neked adott életű ember, aki fényhozó is, fény továbbadó a te fényedé. Imádkozunk a szenvedőkért, megfáradtakért, csüggetőkért. Imádkozunk Európáért, Észak-Amerikáért, a keresztény országokért, kultúrákért, ahol rohamosan csökken a keresztények száma. Ami már régen nem az. Könyörülj meg rajtuk, Úristen. És imádkozunk ott, ahol most terjed. Ahol üldözik, és mégis megállnak a hitben. És mégis ragaszkodnak hozzád. Bár elveszik mindenüket. Bár az egész élet kockán forog, mégis. Ennél nincsen fontosabb. Add ezt a lángot. Add nekünk is. És tartsd meg őket. Kegyelmes szeretet.
Isten, aki magában csöndbe folytassuk az imádságot. Kérem, álljunk fel, és így mondjuk el a mi imádságot. Amire, ami megváltott bennünket, az azt mondta, hogy ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kérünket, add meg nékünk. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérem, tessenek el. Az adakozás szükségességét hirdettem. Jobb adni, mint kapni. A jókért adakozó szereti, és megáldja az Isten. A szolgálattevők közül az egyik itt van, a másikat megkérem, aki mellette ül, Péter, kérlek, hogy te végezd a szolgálatot. Köszönöm szépen. És pedig szeretne várnak a ünnepi asztalhoz. Ettől növekedhetünk. És a növekedés, ez mindenképpen látszódik rajtunk, mert a munkát végzel, légy áldott. És áldunk és magasztalunk értem, hogy növekedhetünk anyagiakban is. És kérjük az Istenet is, neked oldalítsuk, és nekedünk hálát érte. És íme Istenünk, amit itt a kezünkben adnak a fiatalok, ez hála áldozat. Áldunk és magarunk dicsérünk, és magasztalunk téged ezáltal is, Istenünk. Köszönöm minden növekedést a te nevedért. Kegyelemből. Amen. Kérem, tessenek el foglalni. Keressük ki az örömünket a 399-es számú énekünket. A 399-es számú énekünknek énekeljük el mind a négy verszakát, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak felébeti. Így kezdődik az első verszak. Oh,
örüljetek az Úrban! Ismét mondom, örüljetek! Semmiért csak aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És Isten békességet, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus előtt.